Egy magyar startup cég, tehát egy olyan cég, amelyik valamilyen unikális fejlesztés létrehozásával, elterjesztésével, üzleti hasznosításával foglalkozik. Szóval egy ilyen cég képviselői a stúdió vendégei, Olajos László és Somos Balázs, a Feedback Pack Kft. Képviseletében ülnek itt. A dolog, amiről megbeszélünk, az az RD-SZEM névre hallgat, de ez egy szójáték, majd segítünk egy kicsit ennek a szójátéknak a megfejtésében is. Azt kérem, hogy először azt mondják el, hogy miről van szó, ez miért unikális, és miért zseniális, hogy ezzel megjelennek a piacon a felhasználók előtt. Melyikükhöz? Balázs kérdezi, szerintem én. Egy vadászoknak, illetve vadásztársaságoknak fejlesztünk jelen pillanatban egy visszajelző rendszert a vadászcsapdáikhoz, amivel gyakorlatilag azt szeretnénk, hogy időt, energiát spóroljanak és hatékonyabban tudjanak csapdázni. Na most ez a téma az kicsit... Távol áll a zuglói pattal, a 8. emeletén lakóktól. Igen. Úgyhogy talán folytatnám is azzal, hogy miért kezdtünk el ezzel egyáltalán foglalkozni. Apukám, ő egy vadász volt, illetve öcsémmel együtt csináljuk ezt a startupot, összesen négyen, és ő hozta ezt a témát, gyakorlatilag ő ült le velünk egyszer, és mondta, hogy igazából az erdészeinek, illetve a vadőröknek komoly problémát okoz az, hogy az aranysakál nagy ütemben terjed Magyarországon, illetve Kelet-Európában, és nincsen semmiféle hatékony módszer arra, hogy ennek a számát megállítsák, vagy hát visszacsökkentsék. És ezért kezdtünk el mi is gondolkodni, hogy biztos van ilyen, megnézzük a piacot, és megnéztük a piacot, és nincs ilyen. Eszköz, ami igazán hatékonyan, vagy hatékony módszert nyújtana a vadászoknak, erdészeknek arra, hogy egy gyorsan szaporodó állatfaj szaporodását megállítsák, és ez igazából világszerte egy probléma, tehát jelen pillanatban Ausztráliában például a vadmacskák vannak nagyon elterjedve, és okoznak hatalmas károkat a mezőgazdaságban, és ott is nagy igény lenne valami hasonló rendszernek a használatára, amit most reményeink szerint mi kifejlesztünk, és igyekszünk később értékesíteni, illetve ezzel segíteni a vadászok munkáját. Amennyit tudok erről a dologról, ugye az előzetes tájékoztatás szerint ennek az unikális volta és a jó hasznosíthatósága az abban rejlik, hogy nem csak a vadászok, tehát azért ez egy viszonylag szűkebb foglalkozási ág számára nyújt lehetőségeket, hanem számos más esetben is. Tehát ha jól értem, akkor ez valami olyan visszajelző rendszer, ami a mobiltelefonokon ad valami fajta visszajelzést, valami olyan helyzetben, amikor nagyon sok helyről érkezhet valami fajta jel, jól fordítom én ezt igen, a laikusként? Ez lényegében jól rátapintott a lényegére. Alapvetően ugye amikor mi fölépítettük ezt a projektet, akkor ez két részre bontható. Van a hardveres része, ami ugye egyébként itt van az asztalon, és amit most a vadászok majd használni fognak. De ennek... Ezt kell egyébként minden helyre letenni, igen, ez minden ez csapdához egyet-egyet, igen. És ugye ennek van egy szoftveres része is, és itt van amire már ugye célzott, hogy alapvetően ez egy olyan jellegű moduláris felépítési szoftver alap, amire ez az egész rendszer épül, ami azt teszi lehetővé, hogy lényegében bármilyen megfigyelési rendszert felépítse belőle az ember. Tehát most mondok egy példát, lehet például parkolóházakat figyelni vele és monitorozni, lehet például határ területeket figyelni vele, illetve például mondjuk még két olyan területet mondok, az egyik például, hogy földrengés sújtott a területet, ahol esetleg valaki bent rekedhet valahol, és onnan valamilyen jellegű jelet akar küldeni, hogy életben van, vagy akár például egyébként még szintén a természethez és a vadászathoz közeli területre visszakanyarodva, lehet például az is, hogy méhkaptárok megfigyelése.
Tehát alapvetően nagyon sokrétűen felhasználható ez a megfigyelési rendszer, főleg a szoftveres alapja. Tulajdonképpen itt viszonylag kisebb módosításokkal maga a hardveres egység is átalakítható lenne bármi másra. Csak ugye alapvetően ugye itt volt egy ilyen családi vonala ennek az egész startupos történetünknek, és ezért lett az, hogy alapvetően a vadászatra koncentrálunk, mint megoldás, és most mint kifejlesztett eszköz. Akkor hogy maradjunk a vadászatos példánál, tehát hogyha mondjuk egy vadász elhelyezni, nem tudom, mennyi csapdát szoktak kitenni, 100-at, és mindegyiknél van egy ilyen jelzőberendezés, akkor ő a mobiltelefonjára fog kapni egy jelet akkor, hogyha 100 közül valamelyikbe bele sétál a vad, igen, és ő azt pontosan tudni fogja, hogy honnét érkezett, igen, ez a jelzés. És ami újdonság még legalábbis az én számomra, az úgy tűnt, hogy nem is GPS alapon működik a dolog, tehát mintha a tájékoztatóban ezt olvastam volna. Tehát az igazsághoz hozzátartozik, tehát ugye az a kérdés, hogy mivel jobb ez a rendszer a vadászatban a többi visszajelző rendszernél, mert hogy léteznek ilyesmi rendszerek. De csak egy-kettő egyébként, tehát viszonylag kevés a piaci területen lévő konkurencia. Így van, és a konkurenciák pedig gyakorlatilag egy az egyben kapcsolódnak a felhasználó telefonjához. Gyakorlatilag úgy, mintha az elhelyezett egység is egy telefon lenne, és akkor küld egy SMS-t a felhasználónak. Na, mi most ezt újra gondoltuk, és a mi csapdáink azok gyakorlatilag egy saját hálózatot, rádiós hálózatot alkotnak, és így csak egyetlen egy egységgel kommunikál maga a felhasználó, és az az egyetlen egy egység kommunikál a többi kis csapdával. Tehát így a csapdákat gyakorlatilag csoportba rendezi a rendszerünk. Egyrészt a felhasználó látni fogja egy térképen és GPS segítségével, hogy hol vannak a csapdák, illetve azoknak mi az állapota. Ez az egész rendszer azért nagyon jó a felhasználónak, mert ha több csapdája van valakinek, és azok egymásról nem tudnak, akkor nagyon nehéz utána detektálni mondjuk 100, napi 100 SMS alapján, hogy hol most melyik csapdám van, és azt most meg kellene néznem. Míg hogyha ezek a csapdák egymásról tudnak, és egy rendszerben működnek, akkor ez egy sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebben kezelhető feladat, illetve így olcsóbbak is azok az egységek, amik a csapdákra kerülnek, mert nem kell mindegyiknek gyakorlatilag kis telefonnak lennie, hanem elég, hogyha egy ilyen olcsóbb rádiós modullal kommunikálnak egymással, tehát költséghatékonyabb is tud lenni ez a megoldás. Ha már a... Igen, és bocsánat, ezt még annyiban kiegészítem, én szerintem egy nagyon fontos aspektus ennek az egész rendszernek, hogy a konkurenciákkal ellentétben a mi rendszerünk az olyan jellegű területen is működik, ahol például nincsen mobiltelefonos lefedettség. Tehát ugye azokat csak olyan helyre lehet kitenni, ahol valamilyen jelet kap, és azt tudja továbbítani, mivel a Balázs elmondta, hogy úgy működik, mint egy kis mobiltelefon. Ugye, és a mi rendszerünk az pedig úgy is működik, hogy olyan eldugott területeken is tud monitorozni, és jelzéseket küldeni, ahol elvileg nincsen semmiféle kapcsolata, vagy műholdas egyéb kapcsolata. Tehát ez ilyen jellegű újdonságot és novumot egyébként ezek mellett is tartalmaz, hogy lényegében például mondjuk, hogy a határ megfigyelésre visszakanyarodunk, akkor ugye igen, vannak olyan határterületek a hegyekben, olyan jellegű lakott területtől messze, ahol mondjuk már nincsen térerő. Tehát ott például ezt meg kell oldani, hogy az a jelzés az akkor is eljusson a felhasználóig, legyen ez akár egy határőr, amit valaki generált valamilyen mozdulattal, vagy valamilyen jellegű szoftveres-hardveres megoldással, ugye ez a jel eljusson hozzá. Oké. Nagyjából azt hiszem érthető, hogy miről beszélünk. Milyen állapotban van ez a dolog? Ha holnap beállít valaki, hogy akkor ő nagy tömegben szeretne ilyet használni, mondjuk az éppen szerveződő határőrség, akkor készen állnak erre. Annak nagyon örülünk, hogyha valaki beállít és azt mondja, hogy nagy számba kér ilyet. Egyelőre még nincsen sorozatgyártott termékünk, tehát annak az lenne a feltétele, hogy egy ilyen igénynek eleget tehessünk, hogy legyen. Egyelőre prototípus fázisban vagyunk, tehát ez az egység, amit az asztalon van, illetve a kamerának is megmutatom, hát ha nem látszik. Ez egy prototípus, ami gyakorlatilag arra használunk, hogy vadőrökhöz oda megyünk vele, azt mondjuk nekik, hogy próbáljátok ki, adjatok nekünk visszajelzést, és fejlesztjük kicsit még az ötletünket addig, hogy az véglegesíthető legyen, és sorozatgyártásba átültethető legyen.
innen a sorozatgyártás már egyébként nincs annyira messze, mert mi egy startup vagyunk, és gyakorlatilag a sorozatgyártásnak az egyik alappillére magának a burkolatnak a gyártása, és annak az olcsósítása fröccsöntő technológiával, ami elég drága, de ilyen partnerünk már van, aki egy ilyen startup versenyen, amit megnyertünk nála, ez az EQ Anton nevű cég, ők biztosítják nekünk, vagy hát gyakorlatilag levesznek költségeket a vállainkról, ami nagyon fontos ahhoz, hogy gyorsan következő lépésben sorozatba át tudjunk lépni. Ugye a bemutatkozásnál a legelején azt hiszem szóba került, hogy önök négyen alkotják tulajdonképpen ezt a vállalkozást. Ha jól gondolom, akkor mind a négyen szoftveres, vagy hardveres, de mindenképpen műszaki háttérrel rendelkező emberek. De ami most következik, az már, ha jól gondolom, nagy arányban nem annyira a műszaki problémák leküzdéséről fog szólni, hanem egy marketing, piacépítő, közgazdasági egyéb probléma. Szóval ennek önök vágnak neki, vagy segítséget kérnek, vagy szóval hogyan lesz tovább? Hát alapvetően, amit tudni kell a csapat összetételéről, hogy szerintem nagyon szerencsés, tehát startupoknál ez is igazából a mi csapatunk szerintem egyedülálló, ugyanis mindenkinek lényegében van egy szakterülete a fejlesztésen belül, én is formatervező vagyok végzettségem szerint, és most is egyébként formatervezőként prosperálok a startup mellett, tehát van egy vállalkozásom, magyarul termékfejlesztéssel foglalkozom, az pont ilyeneket csinál, tehát én ilyenekkel foglalkozom, hogy a doboz hogy nézzen ki, hány alkatrészből álljon, milyen anyagokból legyen, az hogy legyen megoldva, hogy legyen lefröccsöntve, stb. És nyilván ez a tevékenységhez az én részemről legalábbis az is tartozik, hogy én eléggé régóta belelátok a brandépítés folyamataiba, tehát ezt hogy kell csinálni, egy külső kommunikációt hogy kell felépíteni, úgyhogy azért úgy gondolom, hogy nem vagyunk nyeretlen 2 évesek ezen a területen. És egyébként a többi szakterület is, de ezt Balázs majd részletesen elmondja, tehát hogy így szoftvermérnöktől elkezdve mindenki van, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez azért is szerencsés a startupok világában egyébként, mert nagyon sok startup indul úgy el, hogy megvan az alapvető jó ötlet, de megfelelő szakembereket külön kell hozzá beemelni a startuphoz, és ugye ez pluszköltséggel jár, nyilván ez egy rizikófaktor, hogy ez az éppen adott valaki, akit még behoztak, ráér, hogy működik együtt, stb. Nálunk viszont minden területnek, szoftverfejlesztés, hardverfejlesztés, mindenkinek megvan a saját szakterülete, tehát ergo mi ezt mindig egymás között meccseljük, és nyilván megbízhatóan egymásban megbízva együtt dolgozunk és haladunk előle. Egyébként visszatér arra, hogy maga a prototípus gyártás, meg az egész széria hogy áll. Tulajdonképpen most pont a széria gyártás és a prototípus gyártás között vagyunk, mert alapvetően kis szériákat már tudunk gyártani. Tehát ugye 10-15-20-30 darabot ebből fogunk most gyártani, pont azért, hogy minél több vadásztársághoz kerüljön ki, és ezek teljes értékű eszközök, tehát ugyanúgy fog működni, és ugyanúgy is néz ki ugyanakkor a fizikai mérete és a megjelenése is, mint majd a végleges eszköznek. Tehát alapvetően, hogyha mondjuk megkereste minket valaki most nagyon gyorsan, hogy neki kell ebből 250 darab vagy 300 darab, akkor biztos, hogy tudnánk egyébként teljesíteni, de nyilvánvalóan még nem a végleges fröccsöntött házzal. Egyébként az is egy viszonylag gyorsan abszolválható dolog, tehát a következő fél évünk, negyed évünk az erről fog szólni, hogy már egy fröccsöntött házén, és az elektronikai alkatrészek is ugye nagy tömegben sorozatgyártottan kerüljenek hozzánk, és akkor tényleg így rá tudunk arra térni, hogy nagyobb mennyiségben tudjuk majd kiszolgálni a piacot, úgyhogy eléggé jó pozícióban és helyzetben vagyunk most, de egyértelmű, hogy még valóban a tesztelésnél tartunk, úgyhogy most még finom hangoljuk az eszköz, de ez is most már következő lépések egyike. Van esetleg határidő önök előtt? Tehát kitűztek akár maguknak, akár valami külső szereplő valamilyen határidőt, hogy eddig ennek a dolognak teljesen a piacra lépés fázisába kell jutnia? Hát volt már egy befektetési körünk, tehát a High Venturesnél mi kaptunk egy tőkeinjekciót, és annak hát a határideje gyakorlatilag kicsit ilyen nem annyira kemény, de általunk meghatározott határideje ez mostanában jár le, ez az első tőkeinjekciót mostanára éljük föl, és annak az volt a célja, hogy ezek a prototípusok elkészüljenek, és és gyakorlatilag a validációt szerezzünk, hogy igen, működik, jó a rendszer, kell a vadászoknak. Így van. És a következő kör, attól pedig azt reméljük, hogy ismét sikerül egy injekcióra szert tennünk, és azzal el tudunk indítani a sorozatgyártást. És az pedig a következő, szerintem 6-tól 12 hónapban kéne, hogy
megvalósuljon, és az viszont már tényleg nem 3D nyomtatott, hanem fröccsöntött burkolattal felruházott termék lenne. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, remélem, hogy minél hamarabb sikerül ezekből a tervekből minél többet megvalósítani, és már akkor egy nagy cég képviselőjeként újra eljönnek, és akkor beszámolhatnak a sikerekről. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen.